35%-a a falusi intézkedéssel, és minden más vonatkozásban a körülmények rosszabbak. Magyarországon, ha nézzük település szinteken az életkort, akkor legmagasabb az életkor az 50-100 000 lakosú városokban. Miért? Azért, mert minden könnyen elérhető. Tehát biciklivel el tud menni a munkahelyére, 50-100 000-es településen. Ugyanakkor az ipari technológiáknak a negatív hatása nem hat rá, tehát nem olyan nagy üzemek vannak, tehát a megyeszékhelyek. Tehát nem a 2 milliós főváros, nem is az 1200 lakosú kis falu, hanem az 50-100 000 közötti települések. Na most nézzük, hogy hogy kezelték, és hogy kezelik ma is a kormányok a falvakat. Azt mindenki tudja, hogy milyen nagy kormányzati beruházások vannak, és hogy milyen anomáliák születtek. Mindenki ismeri a Körösegi hídnek az esetét, 40 milliárdba került egy olyan híd, ahol nincs is völgy. Szóval értelem, Ausztriában valaki járt, ott van egy völgyhíd, az biztos, hogy van letelepülbelül több száz méter. Itt nincsen, és ilyen helyre csináltak 40 milliárd forintos hídot. Margit hídnak a felújítása 40 milliárd forint, az éjszaka a hűtő feljárókat, hogy úgy elősz 3 milliárd. És a legszemet szóló, egyik az, hogy nem valósult meg, a kormányzati negyed, a 100 milliárd forintot vett volna minden. Aztán továbbiakban láthatók ezek a BKV-jegyek, hogy van egy eltartott rétegünk, amelyik maga meglátása szerint csorgatja magának a jövedelmeket, tehát egy pióca rendszer alakult ki Magyarországon, és a lehető legveszélyesebb a 4-es metró építése. A 4-es metró körülbelül 550 milliárd forintba kerül most, ehhez 50 milliárdot tud biztosítani a főváros, és többi pedig EU-s pénzből akarja, és költséget is tud. Most ilyen privilégiumban senkinek nem lehet. Még vissza fogunk erre térni. Ez egyszerűen előcsalázó, és ez emiatt a költségvetésből legalább 200-300 milliárd forintra kell támogatni. Ugyanakkor a vidéki beruházásoknál utak már nem épülnek mostanában, szennyvíztisztítók nem épülnek, tehát a környezetvédelmi beruházások vidéken szinte teljes egészében leálltak ezzel egy időben. Na most, hogyha nem avatkozunk be ebbe a kettős ellenségbe, egyik oldalt ugye süllyed le az ország, az egész nép süllyed lefele, a népen belül 80%-a kisebb a jövedelme, mint 95%. Az élelmezése elégtelen, ugyanakkor kiúlik egy 20%-os tömeg, annak privilégiumai vannak, ő irányítja a politikát, és a politika pedig beruházásokat eszközöl, amelyeknek nincs akkor a társadalmi haszna, mint amely elvárható lenne tőle. Szóval fölpillan az egész. Aztán érzékelhető. Most ezzel szembe kell találni. Hát, hogyha tétlenség lesz, ha nem avatkozunk be, nézzük meg azt, hogy ha nem avatkozunk be, mit történik. Lehet, hogy ez a legjobban lökést ahhoz bennünk, hogy beavatkozunk. Hát egyszerűen a falvak, hát halló telepén fognak alakulni. Ha nyugdíjasok lesznek, a gyermek már, ha másik faluba jár iskolába, akkor azt mondja neki az apja, hogy inkább szerezzél a lakás, hogy nőségében egy ottani családhoz, ahol iskolába jártál. Már innét a bejárás csak nehézség. Mi lesz? Törekék, az öregekkel lesz szóval a falu, és itt van egy veszélyes jelenség, hogy ugyanakkor a falvakat pedig elárasztják olyan emberek, akik, hogy mondjam, áram, alul vásárolják fel a érték ingatlanokat. És ezek az ingatlanok jóval többet érnek, mint amennyire felvásárolják. Na most ilyen viszonyok között körülbelül 1000 falu fog megszűnni. Most ezt szeretnénk is, azt szeretnénk bizonyos körök Magyarországon 50 nagyváros legyen. Mert Amerikában ez van. Tehát Amerikában jövevények csináltak ezeket a településeket, mi nem jövevények vagyunk. Mi ott álltunk a múlt pusztán is, 1526-ban is, sőt, az év előrejön közül szabadságharc miatt kerültünk abban a faluban, ahova kerültünk, mert bújdosott az elődő. És ott települök. Tehát mindig mindenkinek a családnak a sorsa Magyarországon valamilyen katonai eseményhez kapcsolódik. Mi megharcoltunk az ikrétünkért is. Én nem jutottam ki egyetlen népet sem. Tehát Amerikához semmi közünk nincs, ahhoz nem lehet bennünket hasonlítani. Hasonlítsanak bennünk a Svájchoz, meg Ausztriához, ahol vannak szintén is települések.
Tehát a legutolsó pont pedig, hogy idegenek, ahol kerülhetnek a településekre, mindenki gondoljon, amit akar. Azt hiszem, hogy erről van szó. Most mire van szükség? Feltétlenül vidékvédelmi programra van szükség, mert ha nem avatkozunk el vidék érdekében, és a vidék sem fog össze, akkor amit láthatunk, az fog a vidéken válni. Teljes anyagi, mentális, morális eldegülés. Egy demoralizált lakókörnyezet lesz. Mi lehet a rövid távú és a hosszú távú cél? Na most, ugye lehet nagyívű elképzeléseket megrajzolni, hogy ezt csináljuk, vagy csináljuk, csak először nézzünk az orrunk elé. Mit lehet most azonnal megcsinálni? Hát kérem szépen, akik nekünk ezt a helyzetet előidézték, azoknak kell a kezét megnézni. Hol osztogatnak pénzeket? Említettük itt az előbbiekben. A 4-es megfelügyetünk az állami nagy beruházásokat. Kérem szépen, terülkedésben. A metronak az értéke, az körülbelül 60%-kal túlszámlázott. Ugyanilyen metró, tehát nem kér egy metró, már hivatkoznak a malókra, az olyan, mint az 1-es metró nálunk, tehát egy kéreg alatti, tehát nem egy által folyó alatt, de a prágai metró körülbelül 60%-ról került a kivitelezése, mint a magyar metrónak. Tehát vissza kell redukálni a helyzetére. Amit közbeszólók meg fogják látni, ez a metró nem 550, hanem 350 milliárd forintba fog kerülni. Mert ha Szilágyi Eleonóra 100 milliót kaphat némi tanácsért másfél év után, akkor valószínűleg ezt a metrót is elég túlszámláztak, hogy valakinek folyton valóban pénz. Tehát ezt meg kell akadályozni. Tehát ezeket a beruházásokat most pertinat azonnal felül kell vizsgálni. Azért fontos ez, mert ha felülvizsgáljuk, akkor lesz a vidéknek súlya, ha benne szó. Mert amit csinálnak, nem csak azért kell felülvizsgálni, mert itt lehet megtakarításokat elérni a falvak számára, hanem igazságtalan, sőt törvénytelen is. A 64-es önkormányzati törvény és a 8-as önkormányzati törvény ezt nem engedi meg. Budapesten csak olyan beruházását kell a kormánynak támogatnia, amik az egész ország érdekét szolgálja. Ilyen például a felvonulásnak az építése. De a metró az nem. De az egyik. A nyugat se nézi jó szemmel, és azért adott kevesebb összeget. Mert úgy próbálták kierőszakolni a nyugat részéről, hogy először megmutatták 97-ben a tervet, 97-ben én már láttam ennek a tervét, akkor azt mondtam az illetőnek, hogy Csaba, ők az önkormányzati, vagy a környezetvédelmi minisztériumban dolgozott és behívott, mondom, ez kinek készül ez a metró a MÁV-nak? Hát egyenes vonal össze volt kötve a keleti pályaudvar és a keleti pályaudvar. Mondom, miért kell összekötni két pályaudvart? Hát nem ahhoz igazodik a metró koncepció a világon, lehet máshogy is ödeknünk. Azóta már kis bőrbeséget belemittek, és így próbáltak eladni. És akkor azt mondta az illető, hogy a nyugati bankoktól nem is kaptak hozzájárulást. Már ránéztek, és azt mondták, hogy ez egy koncepció volt a támogatása. Na most az EU elkezdett beruházásokat nem támogat. Elvileg egy fülétnek kellene adni az EU-nak, mert az EU leadott tervek alapján megnézi, hogy érdemes-e támogatni. Azért nem kérdez ki Gábor, hogy kísérje a támogatást. És Hübner asszony, ez német neve van, de egy lengyel hölgy, hát rosszalóan nézte ezt a körbejárást, és hát büntetésként elérték, nem beszélnek róla, hogy nem kapták meg azt az összeget, amit szerettek volna, és most a költségvetésből szeretnék ezt kiszivattyúzni. Azért adott az EU kevesebbet, mert nem érdemlik meg. Egyrészt az EU nem lehet zsarolni, hogy elkezdem, és utána kulcsolódok a pénzért. Tessék bemutatni az előzetes terveket. Az előzetes tervek nem tetszették, és elkezdték. Na hát elkezdték, kevesebbet kaptak. Örüljenek, hogy kaptak. Mindezek mellett is nekem van a véleményem, abban az összegből, meg amit Budapest 50 milliárdjával hozzájárul, építsék meg. Hosszú távon cél pedig végül is egy termelő jellegű településrendszert kell kialakítani, és a demográfiai összeomlás. Hát a veszélyt el kell állítani, egy nagyon összefogó programot kell, egy önvédelmi programot kell kidolgozni. De lépjünk tovább. Az a helyzet, hogy Magyarországon ugye az a bőjük, hogy a politikai rendszer, a demokrácia is helyett. De senki nem gondolkodik azon, hogy van egy kondíció. Itt már nem csak emberi kondíciókat kell mondani, hanem szellemi kondíciókat. Most a társadalmi munkamegosztás alapján, még szellemi környezetben is, hogy sok több ember van, akkor nagyobb a szellemi probléma, hogy eljárt osztani a munkákat. Hát nézzék meg. 1947-ben ennyi ember volt pártok.